Mindig, mikor lehetőség adódik, hát megyünk versenyekre. Úgy érzem, hogy nagyon sokat tanulunk a versenyeken. Madalina is, aki elmondta a másét, már Dunán innen Tiszántúl versenyen részt vett, bejutott a döntőbe. Ha már Miskolcon volt, és aranyminősítésbe részesült, és na, de van egy jó énekes Leánkánk is. Hát ő Mátyás Diana. mikor programjaink vannak, akkor a hagyományőrzőket is meghívjuk, hogy a gyermekek tiszta forrásból tanuljanak, halljanak, és szeretném bemutatni Csobán Magdót, aki nagyon szépen tud mesélni. Ő el fogja mondani a Szent Péter, mikor járt a Földön. Gyere ide. Hallottam én is a anyuimtól, amikor Krisztus Urunk járt a Földön Szent Pétervel, Krisztus képével, kúdus képben. Mentek egyik faluból a másikba, próbáltak, milyen szűvik van az embereknek. Mentek egy falun dalé, elértek egy legén, aludt egy kört a falat. De annyira rest volt az a legén, hogy nesz olyan szép körték vannak, hogy beesnék a szájából legalább, s megragudnék is. Akkor megkérdette Krisztusunk, te fiúcska, már menne az az út, s azt mondta, hogy telé bács, de lába, honnan még mutott a kezét. Megköszönték, mentek előre. Mentek egy kicsit, s akkor azt mondja a Szent Péter Krisztus Úrnak, Uram, teremtő, meg, visszaverem meg azt a legényt, ha mit annyira restes. Péter, ne várd meg, azt mondja, mely egy veresi kettőt fogsz kapni. Mégis visszamensz, megvártál. Mentek még elépts, elértek egy leamosott egy folyóvizet. Azt is megkérdezték, te leanyacska, hol menne az az út? Az megmondta nekik, menőd és bérnek abba a faluba, s kint magyarázta. Megköszönték, elmentek. Mondja Krisztus Urunk Szent Péternek, Péter, láttad-e azt a reslegényt? Láttam, Uram, teremtő, azt a leant fogja elvenni. Ne engedd meg, azt mondja, ha az nagyon restes,
Hát nem szabad, azt mondtam, a két serén, addig dolgoznak, megholnak, két rest addig ülnek, hogy megdagalnak két lány. Akkor kell, azt mondta, egy ilyen, és egy olyan. Átjött az idő, összeházasodtak, ahogy mondta Krisztus úr. Még ők jártuk mindig a falun belé, békére aztán hézik történtek. Akkor azt mondta, hogy fogadja be, bár aluljanak. Az azt mondta, szegények vagyunk, de befogadjuk. Aluljanak, mondta a tőtésen, melyebb itt nincs, hogy befogadja, mert nem kicsi házik van. Lefeküdtek a tőtésre, Szent Péter kühjel, Krisztus úrunk belül. Hazajött az ember későn, ha volt zárdőre, mazőre, és a kérdő feleségét, ki van nálunk, asszony? Asszonya két után jár, annyira könyörögtek, hogy ne üljenek az útba, befogadtam ide a tőtésre. Hát jó, asszonya, te egy eljön. Az asszony tett, ett, még ivott, és meg ki az, hova mentsz, kérdő feleséges, hova megyek, asszonya, amikor én legény voltam egy ilyen úton jár, úgy megvártunk egyszer ingem, és megkény, és várjál meg egyiket. Kiment, megvárta a külsőt, Szent Péter volt. Bément, még megnyugodt, abban az időben azt mondja, Szent Péter Krisztus úrunknak, Uram teremtő, Marajzbé belül, már az ki, ő megüt ingemet. Beengedte Krisztus úrunk belül, azt mondja, az, hogy megvártam a külsőt, megvárjam meg a bársót. És akkor mindig riatalál. Jaj, adott-e jóval is. Jaj, azt mondja, Uram teremtő, menjünk el innen. Azt mondja, Péter, tudod az a lágén, melyiket megvártál? Igen, azt mondja. Mit mondtam neked akkor? Egy veresé kettőt fogsz kapni.